amikor átvettétek az ezüstérmeket, akkor még azért a csalódottság volt rajtatok úrá. Tehát ezt ki nem írta volna alá így az év elején, a szezon elején, hogy a végén döntött játszatok az RC-csőben. Persze ez, én azt gondolom, ez nagyon-nagyon jó eredmény a klubnak és a magyar jégkoroknak is. Persze csalódottak vagyunk most jelenleg, mert azért ha már jut ide az ember, akkor be akarja nyerni a döntőt. Úgy néz ki, ez majd egy másik alkalommal lesz. Minden esetre nagyon büszke vagyok a csapatra, amit végigcsináltunk is ilyen hosszú szezonon keresztül, sérüléseken át. Olyan szurkolótáborunk is van, ami a legjobb a ligában, tehát gyakorlatilag még Szanzóban is az egy pályán játszottuk, úgyhogy ez mindenképpen szerintem megsüvegelendő, és köszönjük szépen. Egy-két napot ezért rá kell erre pihenni, de összességében azért büszke vagyok a csapatra. Nem kell annál nagyobb bizonyíték, hogy milyen nagy eredményt értetek el idén, hogy itt tényleg állva tapsoltak titeket, és nem akart hazamenni a tömeg. Ti magatokban mikor fogjátok úgy gondolni erre, hogy egy óriási eredmény volt, egy történelmi eredmény? Szerintem erre most is így lehet gondolni, tehát nyilvánvalóan kicsit keserű a vége, hogy a döntőt nem nyertünk meg, de az, hogy ahogy ide eljutottunk, és amilyen csapattá kovácsolódtunk az elmúlt 8 hónapban, és amilyen jó érzés volt bejönni az öltözőbe egy hónapon keresztül, gyakorlatilag az utolsó egy hónapban minden egyes meccs, meg minden egyes csere egy öröm volt, egy öröm játék volt, egy kemény, de öröm játék volt. Úgyhogy ez biztos vagyok benne, hogy nagyon sok emberben sokáig meg fog maradni. Sok-sok szezont megéltél már itt, amikor a negyed döntő, akár már az alapszakaszban véget ért a bajnokság nektek, vagy a negyed döntőig jutottatok, és ezt nem sikerült átlépni. Most viszont nem csak, hogy a negyed döntött, hanem az elődöntőt is sikerült sikerrel venni, és hát itt voltatok a döntőben. Miért pont most? Hát ez több összetevős történet, azért van egy komoly edzőstábunk szerintem, akik mindent megadtak nekünk, hogy sikeresek tudjuk lenni, és volt egy olyan keretünk, egy olyan mély keretünk, aki bárhol, bármikor sérülés volt, akkor volt, aki be tudott ugrani. Jó eredményeket tudtunk elérni még akkor is, mikor egy páran covidosak voltak, úgyhogy ez tényleg ez egy örök emlék marad ebből a szempontból. Még egyszer mondom, az elmúlt egy hónap az fantasztikus volt, az itthoni meccsek fantasztikusak voltak, úgyhogy büszkeséggel tölt el, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek. Mennyire van ebben a sikerben a Kevin Konstantin faktor? Nyilvánvalóan nagyon nagy faktor. Tehát az a higgadtság és az a tapasztalat, amivel ő rendelkezik, azért meg sokszor megnyugtatta a csapatot. Az az aprólékosság és az a munkabírás is, amit ő képvisel, az szerintem nagyon jól feküdt a csapatnak, és megértettük azt, hogy mik azok a játék elemek, amiben fejlődnünk kell, és fejlődtünk is az elmúlt 8 hónap alatt. Gyakorlatilag mindig egy picivel voltunk jobbak, minden egyes mérkőzésen megpróbáltuk egy kicsivel jobban odafigyelni a részletekre, ezért ez is volt az egyik sikerünk kulcsa. Mert hogy öröm volt nézni a játékotokat, azt is öröm volt nézni, hogy a magyar játékosoknak nagyon jó szezonja volt. Hát hogy jön egy világbajnokság végre, mennyit pihenhettek előtte, és mennyit számított az, hogy most egy play-offból mentek a VB-re? Most jelenleg nem tudom, hogy mennyit pihenhetünk, ezt majd kell beszélni a szövetségkapitánnyal. Az biztos, hogy ez a magyar jégkorongnak nagyon sokat segít, hogyha a magyar játékosok húzzák a volánt, és nagyon nagy perceket játszanak. Én azt gondolom, hogy idén kivételesen sok magyar volt, és mindenki kivette a részét a sikerből. Amikor valakinek nem úgy ment, akkor valami másik magyar, de ugyanez igaz Kurfürdre is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon bizakodva